1383 gyermek látott napvilágot a Sepsiszentgyörgyi megyei kórházban 2018-ban, a tavalyi év folyamán 2023-ban pedig mindössze 882 újszülött született. Az eddigi években is fokozatos csökkenés volt tapasztalható az újszülöttek számát illetően, de a tavalyi évben szembeötlő volt a csökkenés. Ez a kislány 6 napja született a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórházban. Ő már a 2024-es statisztikát erősíti. Az eddigi években is fokozatos csökkenés volt tapasztalható az újszülöttek számát illetően, de a tavalyi évben szembeütlő volt a különbség. 167-tel születtek itt kevesebben, mint 2022-ben. Dr. Gyulai Gabriella osztályvezető főorvos szerint ilyen nagy különbség nem volt eddig soha tapasztalható az egymás utáni évek születésszámai között, mint most. Szerinte ennek elsősorban társadalmi és gazdasági okai voltak. Hogyha a központba sétálunk, akkor kevesebb hölgy terhes, tehát azt mindenki látja szerintem, hogy az ismeretségi körbe is kevesebb gyerek születik. Szerintem az emberek meggondolják, hogy hány gyereket vállalnak. Gondolom a gazdasági helyzet sem segít sokat, ez a háborús világ sem. Mert kollégákkal beszélgetve ők is azt mondják, hogy csökken a szülésszám minden kórházban. Van, ahol szembetűnőbb, van, ahol kevésbé, de úgy enyhén csökken. Tavaly 882 gyermek született a Sepsiszentgyörgyi megyei kórházban. Ez 16%-os csökkenés jelent 2022-höz képest, amikor 1049 gyermek látott napvilágot. Ez az adat ugyan még nem lenne feltétlenül mérvadó, hiszen a háromszéki kismamák körében népszerű a Kézdivásárhelyi és a Brassói kórház is, de az anyakönyvi hivatalban jóval kevesebb újszülöttet jegyeztek be a 2023-as évben. Összesen 1318 kisbaba neve került be a jegyzékbe, beleértve a külföldön születteket is.